itt a heti animék extra, benne a Black Clover 4. epizódjában. Hőseink elérték hát a céljukat, mi pedig az ő szemszögükből nyerhettünk némi betekintést a város látképébe. Ezután pedig kezdetét vette a mágus vizsga. A Harry Potteres érzés ezután még nagyobb lett az animében, főleg a városban bókászás közben, illetve akkor, amikor a vizsga feladat egyike megelevenült. Megismertük a varázsvilág nagy kutyáit, illetve feltűnt végre az openingben szereplő egyik lány. A két fiatal varázsló betéved a vizsgát elszállásoló városba, és amíg menetelnek, nekünk sorjában mutatják be, milyen jó kis dolgok vannak egy ilyen zsúfolt helyen. Ahogy nézelődtek, azt pedig szinte mindenre rácsodálkozott, nekem ez teljesen azt adta át, amikor a falusiak először járnak nagyvárosba. Mint amikor a nógrádi gyerek elsőnek jár Buda. És mikor hőseink megállnak egy kirakat előtt, ahol varázsholmik vannak, már is felbukkant a két Harry Potteres hasonlóság egyike ebben a részben. Volt a kirakatban egy seprű is, és ahogy ezt a hőseink nézegették, nekem azonnal a Harry Potter első részében lévő azon jelenet jutott az eszembe, amikor az abszolútum voltunk Hagriddal és Harry. Harry és Hagrid nagyban sétálgatnak a vásárláshoz, és közben pár gyerek megemlíti, hogy fú, ide nézzetek, ez itt az új Nimbus 2000-es seprű, a leggyorsabb versenyseprű. Aztánék arra is rájönnek közben, hogy a városi élet bizony nem olcsó, ami a való világban is így van, ezért még egy igazi jelenetet kipipálhatott a sorozat. A vizsga előtt minden versenyzőnek meg kellett mutatnia a grimoárját, és miután Junoét ilyenezték, ezután Aztánék következett. Piszkos könyvnek mondta az illető az ötlevelű varázsholmi, de itt mintha ellentmondásba ütköztünk volna. Akik egy ilyen versenyen dolgoznak, azoknak elvileg nem kéne mindent tudniuk a lóherékről? Szerintem ennek a fazonnak igazából hanyat kellett volna dobnia magát, amikor meglátta azt a ötlevelőjét, már csak azért is, mert ez elvileg ez egy démoni varázserővel bíró könyv, másrészt a nevéből adódóan is jobb lehet a négylevelű lóherék. Akinek nincsen elég varázsereje, azokra egyfajta madárkák szoktak telepedni. Szegény aztánra pedig darázsaj módjára fészkelték be magukat, és ez nekem nagyon jó poén volt. Junóra például egyetlen egy se szállt, ami megelőlegezi a varázs tehetségét. Aztán összebarátkozik egy jó lelkű alakkal, és hát kettőjük szemszögéből figyelhetjük, ahogy a mágus széhek kapitányai képernyőre kerülnek. Egyelőre szokni kell őket, viszont az tény, hogy érdekesnek tűnnek, főként az a szereplő, aki az aranynak felkelték kapitány. Ez a Griffith-szerű állarca a Berserk ismerőknek tudni, hogy feltűnő lett, a másik dolog pedig az, hogy mivel az ő csapatát mondják a legjobbnak, ez egyúttal azt is jelenti, hogy különleges erővel bír. Ugyanez látszik a Fekete Pikák kapitányánál is, aki nem elég, hogy elég mocsos szereplő, de még karizmatikus egyéniségi. A szinkró hangja teli találat, a stílusa pedig rögtön elragadja a nézőt. Őt és csapatát felelőtten külön bagásnak állítják be, akárcsak a félintény, de mérget vennék rá, hogy náluk vannak a legjobb varázslók. Elég nagy viccet adtak nekünk azzal, hogy a jó nélkű gyerek elpirul a női kapitány látta. Melben ez a hölgy valóban erős, azt viszont azt mondja, hogy nem dögösebb Lili nővérnél. És milyen igaza van, eddig szerintem is a jó Lili nővér a sorozat legdögösebb női szereplője. Az openingben látott lányt is láthattuk egy jelenet erejéig, aki szeretett volna részt venni a vizsgán, ám a bátya szerint ez nem illendő. Alantosabb versenyzők vannak jelenleg a pályán, és oda egy nemesnek nem illendő begyűlnie. A szereplő kialakítása eddig eléggé tetszetős, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen szerepet osztanak majd rá a közeljövő. A seprűvel tesztelték le a résztvevők varázserejét, mivel a varázslók ezzel utaznak. Így van ez a Harry Potterben is. Igazából azonban abban látom az újabb hasonlóságot a Harry Potter és a Black Clover között, hogy volt egy jelenet a Harry Potterben, amiben szintén a varázserőt tesztelt. Újra a Harry Potter első részéről van szó, azon belül is Madame Hooch tanórájára gondolok. Mindenkinek fel kellett kapnia a földről a seprűjét, a fel parancs szóval, és például Ronnak elsőre nem is sikerült. Ezután csak pillanatképekben mesélték el a további próbákat, ami bizony spórolásnak számít, tekintve, hogy többféle varázslatot, illetve azok mozgását kellett volna meganimálniuk a készítőknek. Majd mindenki kap egy-egy ellenfelet, amiben bizonyíthatják a rátermettségüket, és ekkor derül ki, hogy az egyébként jó lelkű alak igazából egy törzsöt fog. Kapva az alkalmon kihívja aztán, abban a hitben, hogy könnyű lesz őt legyőzni. De nem számolt azzal a bölcs mondással, hogy a látszat sok esetben megcsalja az illetőt.
azt a ismételten manga-szerű jelenetet kapott az akciója elején, majd utána folyikon rajzol ártalmatlanította az ellenfél nagyon jól kinéző védelmét. Abban azért hibázik nekem némileg a jelenet, hogy alig láttam valamit azt a támadásából, amiről szerintem most a kevésbé jó folyikon rajz tehet. A következő részben, miután véget érnek az egy-egy elleni küzdelmek, a versenyzőknek azért kell majd szorítaniuk, hogy a felettük lévő nagykutyák kiválasszák őket a csapatukba. Juno biztosan nyugodt lehet, ám azt a rettentően izgul. Kire adjátok az újabb epizódot? Ez volt a heti animék extra benne a Black Clover 4. epizódjából. Lájkold a videót, ha tetszett, lájkold be a Facebook oldalunkat, írj kommentet a témával kapcsolatban, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is hellóztok!